Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én azt mondom nektek, hogy Kecskemét büszke lehet magára, mert vidéken még ekkora közönséget nem szerepeltem, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Már megjött eljönni azért az élményét, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem az én érdemem, hanem Andráj, mert ha ő nincs és ő nem ilyen is, akkor én nem vagyok itt, hanem valahol az interneten dolgozom, ti meg esetleg véletlenül rám találtok. Azért jöttem ma ide, mert szeretném nektek elmondani, hogy mit találtam ki tavaly, egy évvel ezelőtt egészen pontosan, és milyen események történtek az elmúlt egy évben, és mik állnak előttünk, és ez számotokra miért fontos. Mert az, hogy én kitaláltam valamit, jó páran részt vettek ezeken a tréningeken, és sikerrel használják az ott tanultakat, az nem jelent semmit, hanem az jelent valamit, amit ti hasznosítotok ebből a dologból. És nagyon szeretném, hogyha felírtam magamnak, nehogy rossz időpontot mondja, augusztus 16-17-én jövünk Kecskemétre ezzel a jobb vagy féltek és kreatív írás tréninggel, és ott összesen 15 embernek lesz majd helye, úgyhogy remélem, hogy majd újra találkozunk veletek esetleg augusztusban. Írjátok be a naptáratokba. Ez volt a reklám helye, többet nem reklámozom, hanem meg fogom nektek mutatni, hogy milyen élmény tulajdonképpen részt venni egy ilyen tréningen, és hogy mik a mögöttes információk, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy használni tudjátok ezt a jobb agyféltek és módszert. Ki az, aki agykontrollozik közületek? Ez jó. Nektek könnyebb lesz. Egy kicsivel. Ugyanis ez a jobb agyféltek és módszer, ez tulajdonképpen az agy edzettségét segíti elő, illetve az agynak az úgynevezett rejtett kapacitásait segít előhozni, ami nagyon misztikusan hangzik, de aki megtapasztalja, az tudja, hogy hú, ez tényleg így van. Tudományos magyarázata is van, majd beszélni fogok arról is, de előbb szeretném elmesélni azt, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Biztosan hallottatok már jobb vagy féltek és rajztanfolyamról, és talán voltatok is már ilyen. Ki volt? Közületek? Jó volt, nem? Hasznos volt. Ez még hasznosabb, amit mi csinálunk, mert ebből még akár pénzt is lehet keresni. Úgyhogy mindig is jó író voltam, ezt mondták legalábbis nekem, én meg elhittem. Ez úgy kezdődött, hogy amikor általános iskola 4.-5. osztályában fogalmazásokat kellett már írni, akkor egyszer az volt a házi feladat, hogy írd meg azt, ami délután történik veled. Nem tudom, én 2 nap múlva magyar órára. És én hazafelé találtam egy kismacskát. Találtam, hát szegény kismacska egy a sok közül kijött egy kis kerítésen kívülre, és ott nyávogott. Az anyja a kerítésen belül hívta őt, de én meg úgy megtaláltam és hazavittem szegényt, ott laktunk nem messze. És hát a szüleim annyira nem örültek, mert látták, hogy ez még egy nagyon kicsike macska, úgyhogy vissza kellene vinni az anyukájához. Úgyhogy lógó orral, szomorúan visszavittem, megsirattam. Testvérei és az anyukája ott örültek neki, úgyhogy végül is jól sikerült a sztori, és én este ezt írtam meg, hogy hogyan jártam, hogy egy kismacska az enyém lett, aztán vissza kellett adni. Tehát ilyen kis pár sorban egy kis ilyen kis bugyuta gyermek élményt fogalmaztam meg, és ebben az volt az érdekes, hogy a többiekhez képest jobb volt az én írásom, mint gondoltam volna, mert ugye a többiek miről írtak, hazamentem, megebédeltem, megírtam a leckét, néztem a tévét, már akkor is volt tévé, ugye, kivéve hétfőn, megvacsoráztunk és lefeküdtem aludni. Víz az még nem minden háztartásban volt, úgyhogy a fürdés az kimaradt a sztorikból, de ilyen kicsit sablonosak voltak, és nagyon megdicsért a tanítónéni, hogy Rita, te milyen érdekeset írtál. Nem gondoltam, hogy érdekeset írtam, egyszerűen szerettem olvasni, mindig olvastam, már az evés kárára olvastam. Annyira sovány voltam, hogy vitaminokkal töltek és orvoshoz hurcoltak, és már rám szóltak, hogy ne olvasok annyit, mert azért vagyok sovány. Na hát nem kellett volna aggódni, én úgy gondolom, annak idején. És tehát több volt a szókincse, mennyi volt a különbség. De onnantól kezdve, akárhányszor fogalmazást kellett írni, én voltam az első, akit felszólítottak, hogy olvasd fel.
Na most ez nem egy rendkívüli történet, mert szerintem sokan találkoztatok ezzel, akár ti, akár a gyerekeitek, tehát akkor, amikor sikerélmény éri az embert, és egy kicsit ki van emelve a többiek közül, és van akinek ez jó érzés, van akinek meg pont kellemetlen, nekem jó érzés volt. Úgy ballagtam el 8-ból, hogy úgy engedtek el az osztálytársaim, hogy te leszel a következő Agatha Christie, tehát várjuk a könyvet. Azt tudni kell, hogy a mi osztályunk egy hihetetlenül összetartó osztály, mai napig 25 év után is két havonta összejárunk, és ezt így higgyétek el, ahogy mondom, 25-en voltunk az osztályban, és 20-an mindig ott vagyunk, és bulizunk. Ez a vidék, de szétszorultunk egy kicsit, de azért összetartunk. És eltelt egy pár év úgy, hogy én nem voltam ezeken a találkozókon, és amikor elmentem, mert én messze elköltöztem, amikor először elmentem, és újra találkoztam velük, akkor mi volt az első kérdésük? Hol a könyved? Én ezt nem gondoltam komolyan, ők komolyan gondolták. Jó, ezt eltettem a balagyféltekénbe ezt az információt, teltek az évek, született egy kisfiam 8 évvel ezelőtt, aki egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, ugyanis úgy hívják, hogy több emberes gyerek, lehet, hogy találkoztatok ezzel a szindrómával, a hiperérzékeny gyerek, ha világos van, az a baj, ha sötét van, az a baj, ha zaj van, az a baj, ha csend van, az a baj. A szürkeség és a monotonitás az, ami úgy megnyugtatja a gyereket, és akkor úgy szépen el van. Ez nyilván 8 évesen már nem egy nyilvánvaló jelenség, de kisbabának nagyon-nagyon fárasztó gyerek volt, így kell, hogy mondjam. Most már azért alakult a helyzet, és amikor ő iskolába került, akkor történt az, hogy kénytelen voltam egy kineziológusnak a segítségét kérni, mert problémái voltak az iskolában. És elmentünk a kineziológushoz, aki több órán keresztül csak velem beszélgetett, ugyebár, és Marcival is rajzoltatott, majd ti is fogtok ilyet rajzolni. Őt is kikérdezte, majd agyintegráló feladatokat tanított meg nekünk, illetve gyakorlatokat. Fogalmam sem volt, mi az, hogy agyintegrálás, ez volt ugye bő másfél évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú listával mentünk haza, és minden nap többször is csináltuk ezeket az agyintegráló gyakorlatokat, ugyanis az derült ki, hogy a fiam túlságosan jobb agyféltekés. Ami azt jelenti, hogy futnak a szeme előtt a történetek, képekben lát mindent, és ez bizony a matematikánál, meg az egy helyben ülök 45 perc szituációnál hátrányt jelent, ugyanis ábrándozik. Az ábrándozós gyerekek mind jobb agyféltekések. És csináltuk ezeket a gyakorlatokat, Marcinak kicsit könnyebb lett az élete, de úgy nagyon látványosan nem. Tehát egy abszolút jobb agyféltekés embert nehezebb a bal agyféltekés működésre átszoktatni, mint egy bal agyféltekés, akkor jobb agyféltekésre. Ezt ki lehet próbálni, rokonokon, ismerősökön, majd csinálunk tesztet, és akkor azt otthon is kipróbálhatjátok, hogy ki jobb agyféltekés, ki bal agyféltekés leginkább, és ki lehet próbálni, hogy kinek könnyebb átállnia. A többségünk bal agyféltekés, mert ilyen a világ, ezt követeli meg. Szabályok, logika, egyenes vonal mentén közlekedünk az életben, lineárisan gondolkodunk, megpróbáljuk megmagyarázni magunknak, hogy mi hogyan függ össze, és ezek mind a logikai gondolkodásmódot jelentik, ez a bal agyféltekében található leginkább. A jobb agyféltekében pedig más dolgok, de még nem akarok előre szaladni. És történt az, hogy Marcival már jobb agyféltekésztünk, meg integráltunk, jöttek a barátaim, hogy menjünk jobb agyféltekés rajztanfolyamra, én pedig mondtam, hogy minek? Tehát én nem akarok rajzolni, én író vagyok. Tehát addigra, mire Marcival ide keveredtünk, addigra már írtam két könyvet, meg nagyon sok online tanfolyamom van az interneten, amivel találkozhatok, de a hírleveleimet is jobb agyféltekével írom, tehát én nem akarok rajzolni, szeretek, nem azt mondom, de nem tudok, gondoltam én akkor. És ez a kineziológus barátnőm, ez meghívott, hogy itt a gyere, na, próbáld ki. Hát jól van, ki tud ellenállni ilyen meghívásnak. És elmentem egy kettőnapos intenzív tanfolyamra, és akkor ott ért az a megvilágosodás, körülbelül az első fél órában, hogy mindig is kérdezték tőlem, hogy Rita, hogy tudsz ilyen jól írni? Szerintem nem tudok jól írni, de ha ti mondjátok.
És akkor adjál tanácsot, hogy hogy írjunk ilyen jól, mint te. Nem tudom, honnan tudjam. Üljetek le reggel korán. Hát leültünk reggel korán, és nem ment. Akkor délután aludjatok egyet, mert nekem ez beválik. Délután aludjatok egyet, és utána próbáljatok írni. Próbáltuk, nem működik. Akkor maradjatok föl késő este, és akkor írjatok. De az sem működik. Tehát ilyen nem hasznos tanácsokat tudtam adni, és amikor leültem erre a rajztanfolyamra, akkor jöttem rá, hogy hoppá, ez a módszer az, ami segít abban, hogy megtanuljon bárki írni. Ugyanis a rajzolásnál pillanatok alatt látszik az eredmény, de nem azért, mert hú, hirtelen kitágul a világegyetem az ember számára, hanem egy kicsit másképp közelíti meg a rajzolás technikáját, ugye, mint ahogy megtanulta, és egyébként pedig az agya is integrálódik. És amikor ott ültem és rajzoltam, és végig vihogtam szó szerint két napot, akkor megfogalmazódott bennem, hogy megpróbálom, hogy ezt a jobbagyféltekés, integrálós, kineziológusok által használt agyfélteke integrálós módszer, és a jobbagyféltekés rajztanfolyamnak a metódusát megpróbálom írásra átvinni. És a két rajzolós nap, hazamentem, kicsit pihentem, és tulajdonképpen készen állt a tematika. Úgyhogy senki nem próbálta még ki, tulajdonképpen csak én. Kereskedtem feladatokat, kipróbáltam a feladatokat, egy nap alatt készen volt a két nap, két nagyon intenzív napnak a tematikája, és akkor hát ki kellene valakivel próbáltatni. És ez volt tavaly februárban, és április elején volt a legelső tréningünk. Henry Ford szokta mondani, nem tudom szó szerint idézni, úgyhogy elnézést kérek, de valami ilyesmit mondott, hogy Isten áldja az első vevőinket, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mit vettek meg, és bíztak bennünk. Hát én is így gondoltam, és így gondolok a mai napig az első résztvevőkre, hogy a jó ég áldja meg őket, hogy bíztak bennem annyira, hogy eljöttek, és az általam sem tesztelt gyakorlatokat és feladatokat kipróbálták, végigcsinálták azt a két napot, és ma már trénerként dolgoznak velem, és írják a regényeiket, írják a novelláikat, pályázatokra küldenek beírásokat, van, aki pénzt keres ezzel, van, aki csak hobbiból csinálja, de mindannyian azt mondják, és ennek, ha gondoljátok, ti is a tanúi lehettek, egy ilyen zárt Facebook csoportban, most már 150-en vannak, azt mondják, hogy megváltozott az életük. Én csak elindítottam ezt a dolgot, de velük együtt, és veletek együtt lett ez kerek történet. Már a április hihetetlen nagy sikerrel lezajlott, 18-an voltak a tréningen, az egy nagyon nagy létszám ehhez a tréninghez, és tulajdonképpen 80%-ban változatlan formában ugyanúgy történik minden, mint akkor, de még plusz feladatokat tettünk be, a 20% különbség az ebből adódik, hogy plusz írásos és ilyen agyintegráló feladatok vannak a tréningen, ami azt jelenti, hogy még intenzívebb, mint amilyennek én ezt terveztem, és ezt tényleg úgy higgyétek el, hogy szombat reggel megérkezik a társaság, fogalmuk sincs, hogy miben lesz részük, ráadásul még jól rájuk is ijesztek azzal, hogy elmondom, hogy vasárnap estére szét lesz csúszva az arcuk, így fognak hazamenni, de nagyon boldogok és kicsit másabb emberek lesznek. Andra említette, hogy motivációs tréner vagyok, és az a fajta motivációs tréner vagyok, aki lerombol mindent, amit addig gondoltatok. És onnan lehet újra építkezni. Egyszer egy politikai párt meghívott egy hétvégi ilyen nagy gyűlésére, hogy tartsak nekik lelkesítő beszédet tavaly ősszel valamikor, a kampány hagy induljon be. És ott ültek 35-en, és mondtam nekik, hogy 2 óra múlva az életkedvetek is el fog menni. Hát de miért? Hát azért hívtunk ide, hogy na majd meglátjátok. És tényleg azt mondták, hogy nem csak az életkedvünk ment el, de még a politikától is elment a kedvünk. Hát mondom, nem tudom, melyik a rosszabb. Ahol az erkölcs véget ér, ott kezdődik a politika. Aha, jó mondás. Jogos. Így van. Úgyhogy én szeretek mindig ráijeszteni mindenkire, hogy ez nagyon kemény, ez nagyon intenzív, ez nagyon izgalmas, túl, és
A visszajelzések pedig azok, hogy tényleg az volt, de így kell ennek történnie. Tehát nálunk a tréningeken nem az történik, hogy csak vagyunk, valaki beszél, kiáll, beszél, hanem tulajdonképpen nagyon kevés beszéd mellett hihetetlenül sok munka zajlik, és nem viccelek, amikor azt mondom, hogy elkezdődnek a regények megírásai, sőt, van, aki be is fejezi. Most ez trükk. Első oldal meg van írva, utolsó oldal meg van írva. Utána már csak az a feladat, hogy ki kell tölteni közte a részeket. És lehet, hogy viccesen hangzik, de a nagyírók is kezdenek így regényeket. Meg kezdenek úgy, hogy a drámai végkifejlettel kezdik, és elé meg mögé építenek egy jó kis sztorit. Úgyhogy mi ezt mindent kipróbálunk a tréningen. Kicsit puskázok, nehogy kihagyjak valami. Jó. Mindig azt szokták kérdezni, múltkor felhívtak a Kossuth Rádiótól, Lengyel Nagy Anna nevét talán ismeritek, ő felhívott és készített velem egy rádiós interjú, telefonos interjú, és az volt a kérdése, hogy hol vannak a sikersztorik? Elkezdem mondani, hogy milyen sikersztorik vannak. Jó, de a nagyon nagy sikersztorik, a nagy kiadók. És akkor most kezdjünk el beszélni a nagy kiadókról. Nem tetszett olvasni az Alexandra kiadó csődjét? Nem tudom, milyen kiadó, most nem jut eszembe, nem a Libri, hanem még egy hasonló nagy kiadó nyílt levelet írt az alexandrásoknak, hogy szedjék össze magukat, mert tönkre teszik az egész piacot. Tehát nem egy jó helyzetben tanulunk írni, meg tanítunk benneteket írni, de el kellett mondanom a szerkesztőasszonynak, és nektek is elmondom, hogy az írás nem arról szól, hogy megírok valamit, elteszem, elküldöm az univerzumba az üzenetet, és majd jön az Alexandra kiadó és kiadja. Nem így működik az írás. Az írás úgy működik, hogy megírom, leteszem és eladom utána. Nem egy bonyolult feladat, ugyanannyi, mint eladni egy kiló kenyeret, körülbelül ugyanannyi eladni egy könyvet. De ezt meg kell tanulnia az íróknak. Ezt nem tanítjuk. De elmondjuk, hogy ezt így kell csinálni. Tehát olyan nagy siker, nem tudunk mondani, ami mögött 2 milliárdos befektetés van és bestseller gyártanak belőle, mert mi nem a Szanoma vagyunk, meg nem az Alexandra vagyunk, hanem itt egyéni íróvállalkozók születnek tulajdonképpen. De tudom mondani, hogy jelentek meg könyvek, és jelennek meg könyvek, jelent meg regény, jelent meg meséskötet, jelent meg adventi meséskötet, hódíts meg a netet című ismeretterjesztő kiadvány, könyv is jelent meg, úgyhogy határa csillagos ég, csak a ti döntésetek, hogy akartok-e könyvet írni, vagy nem. És ez nem tehetség kérdése. Mindig mindenki fennakad azon, amikor elmondjuk azt, hogy szerintünk az írás az 10% tehetség, és 90% munka. De ha belegondoltok, ugyanez a kőműves szakma is. Na hát, Pistike úgy született, hogy kőműves kanál volt a kezében. Tuti kőműves lesz. Tehetséges. Már a homokban is házat épített. Ő tehetséges. De nem minden kőműves született így. Nem minden kőműves épített egész gyerekkorában házakat, és nem minden kőművesről mondták meg azt, hogy ez kőműves lesz ez a gyerek, ez profi. Tehetséges. Hanem megtanulták a szakmát, és azt jól csinálták. Az írás ugyanez. Meg kell tanulni a szakmát, és aztán azon kell munkálkodni, hogy valamennyire jól csináljuk. És ugye az a kérdés, hogy mi számít jónak? Szerintetek melyik a jó könyv? Nyugodtan be lehet kiabálni. Aminek értékes tartalma van. Értékes tartalma van. Jó stílusa. Jó a stílusa. Szórakoztató, tanulságos. Ez a kulcsmondat. Az olvasó teljesen elvarázsolja. Mindegy, miről szól. Lehet zombi történet, szerelmes regény, nyomozós, gyilkolós, nem tudom én mi, monodráma. Egyszerűen az olvasó szeresse. Ugye minden ízlések és pofonok, én ezt szeretem, ő azt szereti. Mindenki találja meg a számítását, mármint az olvasót, mert akkor lesz meg az író számítása is. Ezt tanítjuk a tréningen, hogy nem szórakoztatónak, nem stílusosnak, hanem olvasó barátnak kell lennie, olvasó kompatibilisnek, hogy így mondjam, nem csúnya kifejezéssel,
De hogy passzoljon az olvasóval, hát kit érdekel az a könyv, amit ugyan megvesznek, de soha nem olvassa el senki. Azt tudjátok, hogy mik a világ leggyakrabban félre rakott, olvasás nélkül abba hagyott könyvei? Kötelező olvasmány. Tankönyve. Nem, azokat végignyomják. A bestsellerek. Hát persze, amiből a legtöbbet adják el, azt olvas, arányaiban azt hagyják félbe az olvasók leginkább. Óriási számban nem olvassák el az olvasók a bestseller, ugyanis a bestseller azt jelenti, hogy legtöbbet eladott, nem legtöbbet olvasott. És a Nobel-díjat se keverjétek össze a minőséggel. A Nobel-díj az nagyon összetett dolog, tehát az irodalmi Nobel-díj nagyon összetett dolog. Meg lehet kérdezni Kertész Imrét, hogy mit gondol az ő saját irodalmi Nobel-díjáról. Nem igazán nagy rajongással beszél róla. Úgyhogy, de egyébként Magyarországon Kertész Imre Sorstalanság című könyvéből adtak el a legtöbbet, ez rekord, 300 ezer példát. Szóval azért megéri a Nobel-díjat meglépni, szerintem. És hát van annyi társadalmi probléma, nem a világon, amiről lehet írkálni. Ha esetleg nem lenne ötlet, hogy miről írjatok, ott van Petőfi Sándor története. Hát az egy fantasztikus sztori. Ha csak azt veszik, hogy bejárt a gyalog egész Magyarországot, vagy hatszor keresztbe Kasul, akárhova lépünk, Petőfi nyomai járunk, és történt vele egy pár dolog, de végig lehet nézni az egész magyar történelmet, és tök jó sztorikat lehet találni. Szóval, ha nincs ötlet, ha az utcán hever, szó szerint. Vannak elrettentő példák. Vannak olyanok, akiknek nem jó ez a tanfolyam, akiknek nem működik, és akiknek kimondottan a rossz oldalát hozza elő. Én nem gondoltam, hogy van ilyen. És kineziológusok sem gondolták, hogy van ilyen. De sajnos megtörténik. És még nem jutottunk konkrét adatsorra az ügyben, hogy kinek nem való ez. Ugyanis nem lehet ezt előre tudni. Az történik, hogy azoknak nem való, akik nem akarják. Ez egy olyan intenzív agymunka, amikor elkezdjük ezeket az integrálásokat és ezt írásra fordítjuk, hogy az ego, ha dolgozik ellene, akkor ez egy olyan belső harcot eredményez, hogy egyszerűen kitör az illetőből. És vagy ő maga ellen fordítja, és ott ufog magában, vagy a közösség ellen fordítja, amit én meg nem szoktam hagyni. Volt olyan egy tréningen, egy úriember, meg kellett kérnem, hogy távozzon a második nap felénél. És nem távozott, mert észhez tért, és utána nem volt semmi probléma, de egyszerűen támadta a többiek írásait, ami nálunk hihetetlenül szabályellenes. Nincsenek szabályok, csak az, hogy nincs kritika nálunk, ez az egyetlen egy szabály van, és ő ezt a szabályt sorra szegte meg, és meg kellett kérnem. Először meg próbáltuk kideríteni, hogy miért nem működik ez nála, illetve működik pont ez a dolog lényege, hogy működik, de ő küzd ellene, miért küzd ellene. Elmondta olyan problémáit, amivel ott mi nem tudtunk mit kezdeni, tehát csak rajta múlott, hogy eldöntött, hogy jó, nem küzd tovább ellene, és utána már ment minden a maga útján. Jó, tehát szerintem agykontrollosok is tudják meg, akik valamiféle meditációs technikát alkalmaznak, hogy ha nem akarjuk, ha nem hagyjuk, hogy megtörténjen, hanem dolgozunk ellene, akkor tudunk ellene dolgozni. De ez egy olyan automatizmus az agyban, amit mi csinálunk, hogy egyszerűen egy hihetetlen belső harc jön létre. És ezt senkinek nem javaslom, hogy ő azért jöjjön el két napra, hogy harcoljon önmagával. Jó? Ezt így el kellett mondanom, ezt most egy év után tudom így kijelenteni, hogy van ilyen, hogy nem való valakinek. De előre sosem tudjuk egyébként. Volt egy pszichológus hölgy, akinek nagyon nem volt jó, és volt egy költő, úriember, akinek nagyon nem volt jó. A többiek azok tudtak időben korrigálni. Nagyon fontos azt tudni, ezelőtt a módszer alkalmazása előtt, hogy, de így agykontrollosoknak ez nem lesz új, de azért frissítésnek jó lesz, hogy van az a kifejezés, hogy testközépvonal. Ez ismerős nektek? Ki nem hallott még róla soha?
Na mi az a testközépvonal, mindenki, aki tudja a választ? Testközépvonal, képzeljétek el, úgy születünk, hogy van egy ilyen elválasztó így a testünkön, persze láthatatlan, és nézzétek meg az ilyen egy éves gyerekeket, akik úgy tevékenykednek, hogy nem mozdítják el a kezüket a saját testközépvonaluk előtt, hanem átadják a másik kezükbe. Ez azért van ez a reflex, hogy egyik oldalunk se domináljon, még azelőtt, mielőtt alapvető agyfunkció be nem húzalózódnak, és mielőtt alapvető mozgási készségek be nem gyakoroltatódnak. Van egy olyan alapelv, most azon is vitatkoznak, de általában, amikor iskolába megy a gyerek, addigra már kialakul, hogy melyik keze domináns. Erről hallottatok már. Meg nektek is körülbelül 5-6 éves korotokra már véglegesen domináns volt az egyik kezetek. Most azon vitatkoznak, hogy hát ez van, akinél 10 éves korára fixálódik, de szerintem felesleges ezen aggódni, ugyanis amikor egy oldalunk dominánsá válik, onnantól kezdve ez a testközépvonal, ez kezd, hogy mondjam, kezdi ezt a gátló hatását elveszíteni, és egyre inkább működik a keresztbe mozgás. És ez azért fontos, mert a domináns kezünkkel kezdünk el először keresztbe mozdulgatni, és elsatírozni ezt a nagyon markáns vonalat. És amikor az agyintegráló gyakorlatokat csináljuk, akkor ezt a keresztezést csináljuk tulajdonképpen mechanikusan. Ez jó gyereknek, felnőttnek, idősnek, fiatalnak, mindenkinek, de valahogy érdekes módon ez a kéz dominancia kialakulás, ez oké, hogy előny, de közben valahol hátrány is. Azért, mert valahogy úgy alakul a világ, azáltal is, hogy például a gyerekeket szabályok közé szorítjuk, úgy alakul az agyféltekei dominancia, hogy a bal agyféltekéje lesz domináns az emberek 90%-ának, és ezáltal a jobb keze lesz a domináns, mert ugye a bal agyférteke mozgat minden jobboldali részünket, illetve szerveinket is az működteti. És akkor egyszerűen csak megtörténik véletlenül, vagy akármiért a szabályok közé szorítás, a gyerek elkezd szabályokon rágódni, illetve szabályokhoz igazodni, és ez a bal agyféltekében elkezd egy, semmi pont, a bal agyféltekét elkezdi dominálni, és ezáltal a jobb kezet helyezi előtérbe. És amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen az ember élete könnyebbé válik, de a kreativitásának ez gátat szab. Aha. Azok, akik balkezesek, vannak itt olyanok? Jó van. Hát nem sokan vagytok. Akik balkezesek, azok lehet, ez csak feltételezés, mert nem készült ezekre kutatás. Nem, igazán, mindenki az. Nem így mondanám, hanem úgy mondanám, hogy lehetséges, hogy benneteket kicsit szabadabban kezeltek a szüleitek. Nem bírta? Nem az addig? Nem bírta, hanem mindig a saját jártam. Viszont egy ellen például, hogy mivel ahol jártam, a sőt nem voltunk balkezesek, mint bírta. Aha. Igen, van, amikor koncentrálódik, hát ez a statisztika is egyébként. Hogy valahogy így a kicsi kislányom, a 2,5 éves, olyan alkat, hogy megy a saját útján. És nála látszik az, hogy a bal kezét nagyon szereti használni. Marci, a kis ábrándozós, az már hiába volt jobb agyféltekés, a szabályokat, hogy mondjam, egy kicsit jobban félős alkat, és ezért így próbálja önmagát is leszabályozni, lekorlátozni, és emiatt a bal agyféltekéje kezdett el egy időben dominálni, ami a jobb kéznek a dominanciáját jelentette. Sajnos annyira nem domináns a bal agyféltekéje, hogy matekból is jó legyen, hát nem. Az agy annyira nem rugalmas, hogy egyes területeket teljes egészében át tudjon venni, mondjuk a másik oldal. Az egyik oldal, a másik oldalét szinte biztos, hogy nem tudja átvenni, ugyanis az egyes agyterületek, ahogy elhelyezkednek egymás mellett, azok a szomszédos részek tudnak átvenni részfeladatokat. De az sem biztos. Azt szokták mondani,
hogy hülyeség azt mondani laikusoknak, hogy a beszédközpont a Balagy féltekében van. Mert ez csak úgy lehet felderíteni, hogyha valakinek felnyitják a koponyáját, elektródákat helyeznek rá, és ilyen ébrenlét közben megérintgetik az agy bizonyos területeit, és tesztelik, hogy melyik agy területe hol van. És akkor így lehet megállapítani, hogy például nekem itt van a beszédközpontom. Oké, ez valóban így van, tehát milliméterre pontosan nem lehet tudni, hogy kinek milyen hol van. Ha megütöm a fejemet, nem tudhatjuk, hogy milyen problémám lesz belőle, de azért az 99%, hogy a Balagy féltekében van a beszédközpont. Ez ugyanaz, mint az új lenyomat. Hogy mindenkinek az új lenyomat mindenkinek körülbelül az ujja végén van. De hogy az milyen, meg milliméterre hogy néz ki, vagy négyzetmilliméterre, az teljesen egyedi, és ugyanilyen az agyműködés is, meg az agynak a felépítése is. És ezek azok a nagyon fontos információk, amiket ismerni kell ahhoz, hogy egyáltalán akarjuk úgy használni az agyunkat, ahogy mi akarjuk használni. Hogy tudjuk azt, hogy ezeknek az agyintegráló feladatoknak van valamilyen fiziológiai hatása, meg neurológiai hatása, és pozitív hatása van, főleg, hogyha elfogadjuk, hogy nekünk ez kell is tulajdonképpen. És amikor ezt a testközép vonalat még jobban elmossuk, és közben a két agyat domináltatjuk, a két agyat egyformán domináltatjuk, mi ezt így hívjuk egyébként, mert alapvetően a bal agyfélteke dolgozik többet, a jobb agyfélteke pedig besegít, egymás adatbázisából dolgoznak tulajdonképpen, de amikor megcsináljuk ezeket az agyintegráló feladatokat, akkor a jobb agyfélteke, tehát itt a bal agyfélteke munka szintje, a jobb meg így mozog. És amikor megcsináltatjuk az agyintegráló feladatokat, akkor a jobb ide fölmozdul, és egyforma intenzitással dolgoznak. És ez úgy történik, hogy van egy corpus callosum nevezetű idegköteg a két agyfélteke között. Amire doktornéni trénerünk azt mondta, hogy 30 millió idegpálya van ott. Most az agyunkban 100 milliónyi villódzó akármi történik másodpercenként, és ezen az idegkötegen 30 milliónyi adat tud átmenni. Tehát sokkal kevesebb. Értitek, hogy miért fontos ez? Hogy használjuk mind a két agyféltekénket, de ezen az idegkötegen nem tud átmenni egyidejűleg minden adat. És ezek keresztbe kasul rohangásznak, mint egy kábelen. És a nőknél vastagabb ez az idegköteg, több rost van benne, és ezért van az, biztos, hogy gondoltatok már arra, hogy vajon miért van az, hogy a nők egyszerre több mindennel is tudnak foglalkozni. Ráadásul stresszt sem okoz ez számukra, míg a férfiak, ha megpróbálnak több mindennel foglalkozni, akkor lehet, hogy működik, de azért nagy valószínűséggel stresszt okoz számukra. Ezért. Mert a férfiaknak vékonyabb ez a köteg. De lehet fejleszteni. A számot nem lehet fejleszteni, tehát az idegrostok számát nem lehet fejleszteni, de az áteresztő képességét lehet. De ez ki szerint? Ki vizsgálta ezt? Patológus is. Ezt egy patológus is alá tudja számítani. Nem volt ahol. Nem. De nyugi, az ők több mindent csinálnak felületesen, az egy valami nagyon erős előnyöknek. De arra meg nagyon, és az egy óriási előny. De én tanítom a nőknek azt, hogy tessék már megtanulni, oké, hogy nagyon megy nekünk ez a mindenfelé figyelünk ezerrel, és közben öt gyerek rohangászik körülöttünk. De próbáljuk már meg azt, amit a pasik tudnak, hogy koncentrálnak egy valamire, mert az nagyon hatékony. Azért a világ legsikeresebb emberei mindig a férfiak, nem véletlenül. Azért, mert koncentrálni, egy valamire fókuszálni, egy irányba menni, sokkal hatékonyabb, mint bejárni közben a félmegyét, és majd csak eljutunk úgy is, meg jól érezzük magunkat közben. Csomó mindent tanulunk, de valahogy rövidebb az út egyenesen. Én azt vettem észre. Úgyhogy lehet ezt alkalmazni. Tehát a férfiaknak ez előny. A férfiak kihasználják ezt a kis hátrányukat előnynek. Úgyhogy nem kell aggódni. De ezt azért fontos elmondani, mert amikor megcsináljuk az agyintegráló feladatokat, a férfiak jobban fáradnak. Azért, mert annyira intenzív, számukra sokkal intenzívebb ez az információ csere ilyenkor, és ők egy kicsit lehet
idegesebbek lesznek tőle, de aztán ez kidolgozódik, tehát nem kap senki idegrohamot így a gyakorlatok közben, de azért a nők ezt így lazábban veszik. A férfiak ebből kifolyólag jobban észre is veszik, hogy hoppá, történik valami. Tehát ez tényleg, én valamit érzek. Az férfiak írásain is sokkal jobban észrevenni, hogy ez itt egy jobb agyféltekés írás volt, ez nem balagyféltekés volt. Jó, úgyhogy ezt így a fiúknak mondom, hogy ez így egy jó dolog. Jó. Van kérdésetek? Hogy vitatkoznátok az elhangzottakkal? Eddig elhangzottakkal? Semmi. Semmi? Újságíró iskolában nem kértek még? Nem. Ja, pardon. Sikersztoriknál megemlíteném azt, hogy van egy olyan kurzusa, nem tudom melyik egyetemnek, 2 fél éves, hogy kreatív írói kurzus. És a Gacov Kati, aki a Hódíts meg a Netet című, tehát teljesen balagyféltekés oktatókönyvet, képzeljétek el, jobbagyféltekés módszertannal megírni, ő eljött és szombati nap végén félrehívott, és azt mondta, hogy Vita, nem akartam a többiek előtt mondani, de én részt vettem azon a kurzuson, 2 fél éves, és olyan nevek tartották, mint a Karafiát Orsolya, akkor a Nemere István, igen. Tehát hatalmas nevek tartottak ott előadásokat, ez volt az egyik fél év, a második fél évben pedig már írtak is, tehát el tudjátok képzelni, hogy miről beszélek, ugye? Tehát aki járt főiskola környékére, vagy egyetem környékére, fél éven keresztül csak hallgatni, hogy mit beszélnek az írók, és akkor elmondta a Kati, hogy még nem akarja elkiabálni, de így a szombati nap után az a véleménye, hogy már ez az egy nap többet adott, mint a 2 fél év. És ezt nem én mondom, mert én sose jártam azon a kurzuson, én csak a sajátomat ismerem, és párat ismerek még, amik voltak így kezdeményezések, de már elhaltak. Az első fél évben ott képzeljétek el, hogy elmennek az írók, elmondják az ő saját sztoriukat, és elmondják, hogy mennyire szar, szó szerint így mondta a Kati, hogy ezt mondták, szar írónak lenni. Senki ne legyen író. Most milyen lett volna, ha eljövök ide, és azt mondom, ne írjatok! Szó se lehet arról, hogy írjatok, hát ez nagyon rossz. Most ez milyen lenne? Vannak, akik ettől úgy felspanolják magukat, és azt mondják, azért is írok most már. De azért a kortárs íróktól azt hallani, hogy mennyit szenvednek, és mennyire rossz az életük. Gondoljátok végig. A második fél évben pedig az történt, hogy írhattak és írogattak, és felolvasták, és jól megkritizálták egymás írását. Tehát ott dicsérő szó nem hangzott el. Mert egyébként az objektív visszajelzések nagyon szükségesek. Tehát nagyon kell, hogy tényleg jó. Jó. Persze, van benne elütés, van benne jelen idő, múlt idő differencia, van benne akár egyes szám, első személy, egyes szám, harmadik személy, átváltás, vannak szóismétlések, de attól még jó, amikor egy ilyen tréningen 20 perc alatt megszületnek egy-egy írások, mindig azt mondjuk, hogy ezek nyersanyagok. Írtatok már könyvet? Tudjátok, hogy néz ki a könyvírás? Egy ilyen 270 oldalas könyv, elkészül 2 hónap alatt, de akkor már tényleg nagyon lazán veszi az ember, majd utána fél évig macerálgatja, javítgatja, alakítgatja, hozzáír, elvesz belőle. Most mi ott 20 perc alatt, ti ott 20 perc alatt készítetek egy írást, amit a többiek, tehát egy ennyi, többiek megtapsolnak, nevetnek, és ami a legérdekesebb, hogy állandóan sírunk. És én ezt nem tudtam, hogy majd ez lesz, de egyszerűen ez az írás technika, ez azt csinálja, most egy pszichológus hölgy ez alapján csinál terápiás írói csoportokat majd, ott nem az írás lesz a lényeg, ott az eszköz lesz az írás, tehát ilyen terápiás jellege van ennek az egésznek, ugyanis a jobb agyféltekében ott vannak emlékek, érzelmek,
meg olyan dolgok, amikre nem is gondolunk, hogy kinek mi van ott, és az történik, hogy van egy feladat, megírják a résztvevők a feladatot, letelik a 20 perc, mindenki várja, hogy felolvashassa, elkezdődik a felolvasás, olvas, és már sír. Már mi is sírunk, olvas, elakad a hangja, erőt vesz meg, vagy ő olvasta tovább, vagy átadja valakinek. És akkor, ha olyan a történet, akkor egy kicsit megkönnyezzük, meg megsóhajtozzuk, és jó, a következőn meg szakadunk a röhögésről. Pedig ugyanaz volt a feladat. És ami most így ilyen teljesen új élmény, hogy ezt el szoktuk mondani előre figyelmeztetésnek, hogy senki ne lepődje meg, ha elkezd sírni. Mert az nem a véletlen műve. Persze nem ez a cél, de ez megtörténik. És a múltkor az történt, hogy Anikó elkezd felolvasni egy ilyen inkább vicces történetet, és elkezdett zokogni. És mi nem értettük, mert vicces volt a történet. És Anikó zokog, mondja, hogy ne haragudjatok, nem tudom miért sírok, majd elkezdett röhögni, és közben zokogni. De ilyet még nem, még én sem láttam ilyet, hogy valami így kicsapódott belőle. És akkor végére ír az írásának, és kész, ennyi. Volt olyan, amikor, akkor nagyon-nagyon sírtunk, egy hölgy megírta, hogy az anyukája rosszul lett, és hogy a mentő hurcolt a kórházról a kórházra, és a végén sejtette velünk, hogy hát nem egy jó kimenetele van ennek az egésznek, hát százas papír zsebkendőket használ, 20 perc alatt készült írás, ezt megint csak elmondom, és akkor így néztük őt, és mondta, hogy hát ez nem igaz. Ezt kitaláltam. Biztos olvastatok olyan könyvet, amin sírtatok, nem? Meg amin nevettetek. Hangosan ültök a buszon, olvastok, és hangosan nevettek. Na, ilyen írásokat készítünk mi. Ilyen írások születnek a mi tréningünkön, mert az a célunk, hogy az olvasó élvezze az írást, az író élvezze az írást, az olvasó élvezze a történeteket, és mozduljanak az érzelmek. Nincs rosszabb egy olyan könyvnél, ami semmit nem ér el. És ez még a szakkönyvekre is igaz, mert szakkönyvírásnál is azt tanácsoljuk, hogy tessék telerakni a szakkönyveket is történetekkel. Mérő László nevét gondolom ismeritek. Hát az ő könyvei olyanok, hogy van bennük nem dugik sztorikkal, amitől mondjuk olcsó lesz, hanem van benne 3-4 olyan ütős sztori, ami akár egy kitalált, a másik egy megtörtént eset, a harmadik a saját gyerekére vonatkozik, meg még valami, és az ilyen vastag 700 oldalas könyvében van 4 olyan sztori, amihez mindig visszatér, mert a magyarázathoz szükséges a történet. Az most már tudományosan be van bizonyítva, pszichológusok kipróbálták. Itt van egy adatsor, tanuld meg, fél óra múlva add vissza. Tehát mondjad vissza. X hiba százalék. Itt van egy sztori, fél óra múlva meséld el. Hol adták vissza pontosabban a történetet? Az adatokat? A sztori. Így kell tanítani is. Történetekkel. Jó. Most azt javaslom, hogy próbáljuk ki, hogy ki milyen kezes igazából. Mert az, hogy nyilvánvalóan balkezesek itt hárman vannak, többiek még mind jobbkezesek, az valószínűleg nem igaz. Úgyhogy az lenne a feladat, hogy tapsoljatok, ahogy kényelmes. Nem kell ütemre, csak figyeljétek a kezeiteket, hogy hogyan áll a kezetek. Melyik kezetek van fölül? Kinek van a jobb keze fölül? És kinek van a bal? Azért ez már egy kicsivel több. A balkezes? Most például mindenket, emlékezni, hogy szoktál. Meg van még ez is, mert össze is akkor. Igen, itt nekem a bal van fölül. Nekem is a bal. Ezért mi ezt nem használjuk egyébként. Ez teljesen. Hanem azt használjuk, hogy azt kellene végig gondolni, hogy amikor lépcsőre léptek föl, melyik lábadokkal léptek föl? Tehát a jobb láb. A jobb kéz, jobb láb dominancia. Van, akinek keresztbe van?
ismerek egy katonát. Igen. Ők a keresztdominanciások, úgy hívjuk. Múltkor egy ismerősöm kisfia, ugye iskola érett, korba érett, és elvitték ilyen vizsgálatokra. És ott megállapította a szakember, hogy sajnos keresztdominanciás a gyerek. Na, anyuka mindent magára vesz természetesen, és hát sírt, hogy úristen, mi lesz keresztdominanciás a gyerekem. Mondom, ezt mégis hogy értették? Hát, hogy jobbkezes, ballábas, és még nem tudom én. Hát de mondom, ez jó dolog. Hát de ezt a problémák közé írták föl. Persze az iskolában probléma. Hát amikor nem sablonos valaki, az mindig probléma. Most meg főleg próbálnak mindenből problémát csinálni, de egyébként tulajdonképpen jó dolog az, amikor keresztdominanciája van valakinek, mert kiegyensúlyozottabb az agyféltekék közti kommunikáció. Aktívabb, és jobb. Akinek minden oldala egy, amikor a távcsőbe belenéztem, ilyen egy távcső, hogy papírból hajtogatunk egy távcsőt, és bele akarunk nézni, akkor melyik szemeteket vinnétek oda először? Kinek nem stimmel a szem dominancia az eddigiekkel? Ugye az két szemünk azért közel van egymáshoz, tehát ha ide-oda nézegetés, az már átmegy a keresztvonalon, tehát a szemnél tulajdonképpen kacsintásnál is meg lehet nézni, hogy melyik szemünkkel tudunk leginkább kacsintani. Egyébként lehet gyakorlatilag. Ezt tükörben ne nézzetek ilyenkor. De ez tök jó. Tehát itt is már meg tud jelenni a keresztdominancia, és ez mind-mind jó dolog. Ez mind-mind azt jelenti, hogy az agyféltekék közti kommunikáció tulajdonképpen tojt arra, hogy az iskolapadban erőltették azt, hogy ülj egyenesen, ne izeg mozog, legyen körülötted rend, ne beszélj, ne gondolkozz, csak csináld azt, amit mondunk. Jó? És képzeljétek el, hogy a mi írásmódunk, a balról jobbra való írás, az nem használ a jobb agyféltekének, hanem a másik oldalról való. Robásírás nem is így. Robásírás fordítva van. Bizony, nem kellett volna elhagyni azt annyira. Meg vannak ugye népek, ahol, vagy nációk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt így hivatalosan, ahol ugye jobbról balra írnak, és az ő kreatív eredményeik például a PISA-teszten jobbak. Azt gondolom hallottátok most nemrég a PISA-teszt botrányt. Ugye lemérték a 15 éveseket mérték legutóbb kreativitása a magyar 15 éves populációnak. Hát halálos lett az eredmény. Hát nem tudom, talán Kongó van még utánunk, de az a kitétel, ugye, hogy a kreativitás a probléma megoldó képesség. Na, én ezzel vitatkoznék, a kreativitás nem a probléma megoldó képesség. A kreativitás sokkal-sokkal összetettebb dolog. Tulajdonképpen a görög eredetű szó és alkotás, teremtést jelent. Nem probléma megoldás. És akkor a 15 éveseknek feladtak ilyen feladatot, hogy a gyártósoron a hatékonyság, szeretnétek ilyen feladatot? Jó. A gyártósori hatékonyság, na, hol látott magyar gyerek gyártósort? Sehol. Németországban azt hiszem, hogy 3-4 évente szokták ezt a PISA-tesztet. Németországban eléggé rosszul szerepeltek ez az előző turnusban. Mit csináltak a németek? Gyakoroltatták a PISA-tesztet. Ez egy speciális feladat. Tehát hogyan akarunk meg, hogy mennyire, igen, tehát nem vagyunk kreatívak, mert a probléma megoldásunk nem abból áll, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogy kell PISA-tesztet megoldani, hanem tehát nem csináltatunk velük típus feladatokat, hanem ott átcsorgunk, hogy hát valami nagyon nem stimmel. Ez a magyar kreativitás, odafel. Jó, lejjebb azért jobb a helyzet. Illetve ennek a PISA-tesztnek az volt a lényege, hogy a 15 évesek, ha kikerülnek a munkaerőpiacra most, akkor hogyan állnák meg a helyüket? Hát de könyörgöm.
40 évesen kikerülök a munkaerőpiacra, már gondjaim lennének, mert eleve nem olyan alkat vagyok. De hát miről beszélünk? 15 éves mikor megy a munkaerőpiacra? Soha. Manapság soha, ugye? Nem is lehet dolgoznia. 16 éves korban. Szóval miről beszélünk? Tehát igen, meg lehet így kérdőjelezni dolgokat. Most remélem, hogy hoztatok magatokkal némi írószerszámot, mert most rajzolni kellene egy kicsit, jó? Méghozzá fekvő nyolcas. Nagykontrollosok szerintem is. Nem kell nagyba, csak egy kicsit. Csíkos, nem baj? Nem. Fölül a nagyobb, akkor bízom a is. Ez azért jó. És ha még párosodik a jobb agyféltekei dominanciával, amit most kiderült az előbb, hogy van-e vagy most nincs, hogy akik vizuális típusok, azok nagyon érzékletesen tudnak írni. Tehát át tudják adni írásban azt, amit lelki szemeik előtt látnak. Na, ez a lényeg. Tehát az összes író, aki sikeres, és akinek a könyveit szeretjük, nagy valószínűséggel vizuális típus. Látja maga előtt a történteket, és meg is tudja fogalmazni. Jó? Akinek lent nagyobb, vagy lefolyik mondjuk, ők a kinesztetikus alkatok, úgy mondják. Ők azok, akik szeretnek hizegmozogni, tevékenykedni, csinálni, nem igazán kenyerük az egy helyben üldögélés. Tehát az, akinek, amikor csináljuk a tréningen is ezt a gyakorlatot, hogy azért megnézzük, hogy ki hogyan áll az első napon, akkor amikor látom, hogy van, aki így lefolyik a papírról a fekvő nyolcasa alul, tudom, hogy 5 perc múlva föl fog állni. Tehát ír 5 percig, majd föláll, járkál, kimegy WC-re, visszajön, leül, dobol, közben ő ír, tehát ő alkot, de ő az, aki nem tudja, mit csinál, de jön-megy, fészkelődik. A gyerekek 5 éves korban mind kinesztetikusak tulajdonképpen. Ez a normális. Le lehet rajzoltatni velük. És képzeljétek el, hogy a fiam, amikor elkerültünk a kineziológushoz, olyan kinesztetikus volt, hogy A3-as lap kellett neki, hogy le ne folyjanak a... Most meg már változott. Most már fölül hangsúlyosabb neki, most már vizuálisabb. De azért még ilyen keresztbeeltérések vannak. És akkor beszéljünk arról, hogy milyen az, amikor az egyik pocak fölül nagyobb, a másik meg alul. Nem azt jelenti, hogy hibásak vagytok, hanem megint csak ez a keresztdominancia jelenség, ami nagyon jó dolog. Mert egy kiegyensúlyozottságot jelent a két agyféltekek között. Egy kiegyensúlyozott partneri kapcsolatot jelent a két agyfélteke között. Ez jó, mert ebből lehet építkezni. Akkor aggódnék, hogyha nagyon csak az egyik oldal lenne. És mert van olyan, aki képtelen normális fekvő nyolcast rajzolni tulajdonképpen, mert nyolcasnak se néz ki, hanem valami deformált valaminek. Ott valami nincs. Hogy többet kell dolgozni azon, hogy ez a jobb agyfélteke módszer jól működjön, hogy könnyebben működjön. És akkor még van az, amit meg lehet figyelni, hogy mennyire duci, meg mennyire lapos. Kinek lapos? Tapasztaltátok már magatokon azt, hogy nálatok nem működik ez, hogy egyik fülemen be a másikon meg ki? Hanem úgy megragadt? Igen? Na ők az auditív típusok, akik hallás útján jól tudnak tanulni. Na nektek tilos háttér tévézni. Tehát, hogy a tévé menjen ott a háttérben és duruzsoljon. Mert sokkal jobban szugerál benneteket. Mondjuk egy rossz hír, egy hülye reklám, vagy bármi. Jó? Nektek egy kicsit tudatosabban kell kikapcsolni a tévét. Hogy olyan dolgot kell hallgatni, ami jó, aminek jó a hatása, ugye egyébként. Agykontroll. Így van. Na. Kerek, de... Ők a kiegyensúlyozott. Tehát a kiegyensúlyozott. Nagyon voltja. Inkább a kiegyensúlyozott. Tehát nem a hallás érzékszer, az nem annyira
erőteljes, hanem a minden, minden érzékszer. Jó, és akkor, hogyha lenne kedvetek, akkor csinálhatnánk ilyen agyintegráló feladatot, vagy gyakorlatot, mondjuk kettőt, és utána egy írói feladatot. Mit szóltok hozzá? Zsebpénz jár, érted? Megkeresem magadnak a zsebpénzt, nem kell komolyan venni. Nem, a pénz az teljesen öli a kreativitást egyébként. Meg az időkorlát is öli a kreativitást. Ettől függetlenül a tréningjeinken általában 20 percesek a feladatok, és mégis jól működnek. Tehát ha én most azt mondanám nektek, hogy ilyen több balagyféltekésen írjatok valami frappánsat 20 perc alatt, nem nagyon sikerül. De van, akinek igen, mert mondjuk ő gyakorlottabb, de a jobbagyféltekés módszerrel sokkal inkább működni fog. Na, akkor azt szeretném kérni, hogy maradhattok ülve is, hogyha gondoljátok, majd én engem próbáljátok utána, de nem jó. Csak fel kellene állni, és egy kicsit szétzilálódni, jó? Mert egymást akadályozni fogjátok a tevékenységben. Úgy, aki tud, az húzódjon oda ki. Az a feladat, hogy fekvő 8-ast kell rajzolni a levegőbe. Mégpedig úgy, hogy kinyújtjuk az kezünket, mondjuk a jobb kezünket kinyújtjuk magunk elé, nézzük a hüvelykújunkat, elkezdjük jobbra fölfelé rajzolni a fekvő 8-ast, és közben a szemünkkel követjük a hüvelykújunkat, de a fejünk nem mozdul. És amekkorát csak tudunk, mert a határokat jól, és a kereszteződés pedig itt legyen valahol azért a fejünk előtt, hogy szóval közben figyelem ám, aki nem követi a tekintetével az ujját. Jó, nagyot. Nagyon nagyot. Azért kell nagyot, mert ilyen 10-12 után már érezzük, hogy nagyon egy elég volt, és akkor kell a kezet megcserélni. Másik kéz. Nézzük, és most balra fölfelé indulunk el. És rajzoljuk. Nekem a bal kezemben mindig nehezebb, mint jobb irányban értekes. Most atomtitkok a tárlókánál nektek, szóval ezt úgy csináljátok. Ha valaki biztosra akar menni, akkor mind a két kezével. És akkor így. És már nyilván? Balra vagy jobbra? Mindegy. Andiás, most ne vegyed, jó, mert ez... Mert ez most a 9-esedből. Ja, a 9-es, az jó. Ameddig kényelmes, jó? És akkor a másik pedig az agybombok masszírozás, ezt agykontrollosok szerintem ismerik. Itt van a két kulcson alatt, két nyirokmirigy, így először tapintsátok ki a... Körülbelül a kulcson alatt egy 2-3 centivel, és ha nyomkodjuk, akkor annyira nem jó érzés. Igen. Most ezt a két mirigyet kellene úgy nyomni, hogy így tartjuk az ujjainkat, mintha egy pisztoly lenne. Persze, hát mire asszociálok. És akkor így masszírozzuk, hogy egyik kézzel masszírozzuk a mind a két mirigyet. Mindenki látja? Mivel a ujjunk is dolgozik, meg a két másik ujjunk is, tehát a mutató is gyűrűs ujj, egyszerre. Látjátok így? Igen. Ne kellett közök egy kicsit. Jó? És hogy fájjon? Mármint ne az ujjatok, ne annyira nyomjátok. Hanem a mirigy. Közben, ja, bocsánat, közben a másik kezeteket tegyétek a köldökötökre, így lazán. És ezt szokták fokozni, ezt már a résztvevők találták ki, hogy közben a tekintetükkel fekvő 8-asokat rajzolnak a levegőben. Brutális, csináljátok. Ez a csikungról is van. Igen? Valaki már mesélt így a csikungról, mert nem ismerem. Lehet, hogy pont egy ilyen csikungról sem emlékszem. Jó? Csere, kész csere. Hogy a másik kezünk is dolgozza meg azokat a mirigyeket. Rajzoljuk azokat. Van, aki csak így köröz a szemével, az is nagyon jó. Egyébként a látásnak is külön jó ez.
És amikor már jó fáj, és már unjuk, akkor abba lehet fagyni. És akkor még valami, milyen igazság nektek. Tudom, a kicsomagol, becsomagol, kicsomagol. Nyújtsátok ki így a kezeteket, nem tudom, hogy mutassam a jólásátok. És mondjuk csak azért, hogy jegyezzétek meg, hogy most melyik kezeteket. A jobb kéz menjen át ide a bal fölé, a balt is be lehet így fordítani, össze lehet bulcsolni, úgy, behúzni ide, és ha már a jobb kéz volt fölül, akkor a jobb lábat előre tenni, így keresztezni a ballal, így állni, csukott szemmel. Ha elkezdenétek földülni, akkor ki kell nyitni a szemedből. Ne zedd szét magad, tedd össze magad úgy. Próbáld úgy. És akkor így egy kicsit áldogálni. Kinyithatjátok a szemeteket, láb vissza, kéz kicsomagol, majd megcseréljük, hogy a bal legyen fölül, megint behúz, és akkor most a bal lábat rakjuk át a jobb belül, és megint szembe csuk. Na jó, ez jobban van. Most valamelyik agyféltekén. Nagyon domináns jaj. Én egy-egy percig lehet ezeket a pózokat tartani egyébként. Jó, és akkor szem kinyit. Lát vissza, kicsomagol. És akkor most jön egy írói feladat. Leülhettek nyugodtan, foglaljatok helyet. És a tréning egyik legkedveltebb feladatát szeretném, ha megcsinálnátok így a semmiből. Az a címe, hogy 50 szavas novella. Igen. Van itt magyar tanár? Egy magyar tanár sincs? Úristen, hova jöttem? Mindig van egy-egy magyar tanár, és akkor mindig pont én mondom a fogalmakat, aki nem is nem magyar tanár. Szóval a novellának az a fogalma, hogy ugye kisepikai elbeszélés, hogy úgy mondjam, nem túl hosszú, egy szálon fut a cselekmény, nincsenek hosszú leíró részek, és a végére jellemző a csattanó. Most mi még ezt bonyolítjuk meg azzal, hogy maximum, hülyeséget beszélek, pontosan 50 szóból állhat. Pár perc az egész. Kezdjük, mintha egy novellát elkezdenétek írni, eljutok vele egy darabig, majd hirtelen ott van az, hogy már csak három szavam van, és egy csattanót bele. Jó, most ne a világirodalom remekeiből induljatok ki, hogy a világ legjobb novellái milyenek, jó? Egy elbeszélő, egy történet. Valakivel történik valami. Nem egy mondat, 50 szóba. Ja, az több mondat lehet. Így van, lehet több mondat, persze az nincs megkötve. 50 szó. Jó.
hangosan jó, hogy mi van? Magányomban elindultam, kutyuskám fennakadt a dróton, és vissza kellett menni megszabadítani a drót rabságától. Elindultam, az eső elkezdett esni, most meg az esernyőjét kellett visszamenni. Sajnos én busszal közlekedem, és a busz elindult, amikor a sarokra értem, és várni kellett a következő járatra. Ismerős jött kocsival. Ez egy csattanó. Teljesítetted a feladatot. 50 szó volt a... Igen, mert számoltam, és akkor 47 volt, és nem mondom, akkor még 3 szó. Na, egy fiú. Halljuk. 1978. augusztusában Magyarországon Gyöngyös városában megszületett egy rendkívüli képességű, gyönyörű szép kisfiú. Ez a kisfiú már kéthetesen szilárd ételeket kapott, mivel az édesanyjának sajnos elapadt a teje, igen. Ennek ellenére a fiúcska nagyon szépen cseperedett, olyannyira, hogy a családtagok, barátok, ismerősök csodájára jártak. A kisfiúcska szerencsésen felnőtt, és életerős, talpra esett, intelligens, sávos férfi vált belőle. Ez a férfi pedig nem más, mint jó maga. Hárommal többet, többet, három. Húha, fekete pont, tehát mind se a pénztessük kész. Nagyon jó. Humoros is. Na? Kezdjetek el írni, mondta a tréner. Oké. Betökres a fejem, így este hat után. Ma mindegy, majd lesz valami. Jó, és csattak, ma is kell a végére. Itt ez a rohadt légy, zümmög és zavar is. Így nem lehet írni, főleg novellát, 50 szavasat, csatt, megdúlott. Itt a csattak. És tetszik. Így ültél, és mert pont rád nem figyeltem, ne haragudj, mert más még látványosabban. Tehát így ültél, nem volt ötleted, és akkor... Igen. Nagyon ügyes, ügyes. Szeretem azt, amik úgy kezdődnek, hogy hát ez elég hülye feladat, de elkezdem meg valami. Őszinte volt. Így van. És kisült belőle egy tök jó dolog, ügyes. És gondoltad, hogy tudsz ilyet? De igen. Jó, akkor meg fölgen. Az önbizalom a legjobb. Na, melletted az úr, és akkor utána te, jó? Én a mai napomat írtam a 50 szóval. Mai nap volt ebben a hónapban az első munkanapom. Jó érzéssel mentem be dolgozni, mert új szerződést kötöttek velem, és én ennek nagyon örültem. A hőmérséklet még hideg volt, ezért csak úgy 10 óra felé kezdtem jobb kedvel dolgozni. A műszak végére megérkezett a főnök is, és jókedvűen üdvözölt. Nem csattam. A csattanul egy kicsit lehet dolgozni. Hát, de mondjuk egy jókedvű főnök, ha belegondolunk. Fütyülészek. Hát igen, azon múlt szerintem a mai napnak. Igen, én amíg alkalmazott voltam, nem nagyon volt ilyen része, úgyhogy... Mert ha rossz kedvű lett volna, de... Hát az meg olyan sem jó sikerült. Jó, igen. Jó kedvű voltál is. Kipróbáltam a kötéltáncot, ez a címe. Pénteken Mátraházán töltöttük a napot az Oxigén Adrenalin Kalandparkban. Nem maradok le a fiataloktól, gondoltam magamban, és jelentkeztem a kötéltáncra. Rám kapcsolták a szíjakat, kezembe adták a karabinert, és elmondták a szabályokat. Elindultam. A szívem a torkomban dobogott. Szerencsére a negyedik állomásnál eleredt a jégeső, és azonnal visszafordulhattam. Akkor ott voltál felünk. Na jó, majd az a fényünk. Jó, ügyes. Mögötted a hölgy? Aki próbált így nem úgy nézni, hogy nehogy itt. Leendő írónő leült írni, ám de fogalma sem volt arról, hogy miről írjon. Mindig szeretett volna írni, amit nagyon sok ismerőse bátorított is. Várta az ihletet, de az nem jött. Úgy képzelte, hogy a nagy íróknak valami magasabb erőbevetés, csak úgy lazán és könnyedén lesúg valami klassz dolgok. Nagyon jó. Ezt a nagy írók is mondják.
Elizabeth Gilbert nevét nem tudom, hogy ismeritek-e, aki az Ízeki megszerelmek című könyvet. Még ugye a te karaktered is ez a szőke finom arcú. És ő mondta, hogy életében, ugye, amikor eljött ez a nagy siker sok-sok évi munka után, akkor az ismerőseinek a fele az örült, hogy mekkora siker, a másik fele pedig sajnálta, hogy mikor leszel képes még egyszer ilyenre. És ugye sokszor kérdezik az írókat, hogy honnan van az ihlet, és ő mondta el azt, hogy próbálta megfogalmazni, és ő mondta, hogy ő csak egy csatorna, akin át áramlanak a dolgok. De annak a csatornának nyitva kell lennie. Tehát az, hogy soha nem szándékozunk írni, soha nem ülünk neki írni, soha nem próbálunk írni, és hülyeségnek is tartjuk az írást, sosem leszünk csatornák. De ha nekiülünk, még az agyunkat is kicsit betréningezzük arra, hogy legyen képes erre, mert a jobb agyféltekével ez egyébként ez történik. Hogy annyira begyakorlódik az, hogy a két agyfélteke között jó a kommunikáció, hogy már úgy marad az ember tulajdonképpen, és mindig képes arra, hogy ihletet kapjon. Tehát a kezdőírók, azoknak kellenek ezek a jó kis agyintegráló gyakorlatok, és napjában akár kétszer-háromszor megcsinálni. Van nagyon sokféle, egyébként mi a tréningen vagy 10 félét megtanítunk, és mindenki a saját kedvencét használja. Plusz, ami innen nektek hiányzott, az a zene, mert zenét hallgatunk írás közben, mert a zene automatikusan összekapcsolja a két agyféltekét. Nem véletlen, hogy vannak mondjuk az Egyesült Államokban olyan államok, ahol nem engedik, hogy vezetés közben zenét hallgasson az ember. Azért, mert olyankor a szabályok valahogy így olyan képlékenyen értelmeződnek. Próbáljátok ki! És nem a hangerő miatt, hanem maga a zene hatása miatt. És mit akartam mondani, mert most tök jól elkalandoztam, így látom magam előtt, ahogy zenét hallgatok az autóban. Szóval, hogy akinek van ebben tapasztalata, meg gyakorlata, az többször van, többször előfordulhat vele az, hogy akármit csinál, és egy jó ötlet, följegyzem, és majd ezt megírom. De az, aki sose gyakorolja be, hogy ő erre képes, azzal sose fog megtörténni. Úgyhogy ez az ihlet, ez azoknak jön, akik képesek befogadni. És egy könyvnek hány százaléka a flow? Tehát amikor ihlet van, és hány százaléka a munka? Ez változó. Az az első kijövős, mondjuk egy regénynél, hogy így kijön, ez tök változó, egyénenként változó, mármint úgy ért, hogy a tapasztalt íróknál, mert fogalmuk sincs, hogy ők flowban vannak, hanem dolgoznak. Ugye egy írónak az a munkája, hogy dolgozzon, és a munka az annyira nem flow barát tulajdonképpen, főleg a határidő van, meg elvárások vannak, meg nem írhatja azt, amit szeretne, tehát ez nagyon összetett dolog, de egyébként, hogyha rám hallgattok, és azt csináltok, amit akartok, akkor a flow állapot nem koncentráltabban, hanem jellegzetesebben jelen van a munkában, ugyanis mi azt tanácsoljuk, hogy ezekkel az agyintegráló gyakorlatokkal üljetek leírni, tehát enélkül soha, egy jó darabig, mondjuk egy fél éven keresztül, ha minden írtok, akkor mindig agyintegrálás kell előtte, és zenét érdemes hallgatni közben. Addigra megszokja az agy, hogy állandóan írunk, és amikor egy ilyen állapotban elkezd kijönni egy sztori, és nem hagyjuk, hogy a bal agyféltekénk bezavarjon, hogy rossz a helyesírás, rossz a szórend, nem jó írásjelet raktál ki, mit fog ehhez szólni anyukád, vagy bármit ott kekeckedik a bal agyféltek, és azt nem hagyjuk, akkor ez végig egy flow állapot lehet. Illetve én már azt tapasztalom, hogy mintha egy, hogy mondjam, ez az ihlet dolog is úgy jön, hogy így vagyok, és tehát előbb van az állapot, mint az írás. Meg kell tapasztalni ezt. Tapasztalom, azért kérdezem, mm-hmm. Csak nálam azon pont fordítva van, hogy volt egy nagyon nagy flow, és most már valahogy kezd elveszni. Aha, mert valószínű, hogy elvárásaid vannak az írással szemben, meg önmagaddal szemben. Meg határidők. Határidők. Hát azt én is utálom. Az még rám is rossz hatással van. Volt egy ilyen, meg lehet nézni a neten ilyen
feladat, hogy gyerekeknek adták ki azt a feladat, egy videó, gyerekeknek adták ki azt a feladatot, hogy rajzoljanak órát. És van rá 10 percük, vagy 2 percük. És akkor mindenki tök sablonos órát lerajzolt, tehát 30 gyerek ugyanolyan órát. És akkor mondták, hogy rajzoljatok órát, annyi időtök van rá, amennyit csak akartok. Hát olyan művek születtek, hogy tehát a kreativitás nem tud kibontakozni, és a flow állapot se tud bekapcsolni, hogyha mindjárt csörög a vekker. Ez nem olyan, mint az alvásnál, hogy akkor tudnánk a legjobbat aludni, mielőtt csörög a vekker. Úgyhogy ez visszaszerezhető ezzel a módszerrel, ezt a 3 gyakorlatot, amit csináltunk, próbálgasd, és csak így ülj neki írni, hogy ezt megcsináltad, akkor így figyeld magad. Tehát összekapcsolódik a két agyfélteke, beindul a kommunikáció, és akkor majd lesz valami, de sose ülj úgy oda, hogy egy hírlevelet kell kiküldeni. Hát ez egy hihetetlen kreatív munka egyébként. Ugye a hírleveleknek az a célja, hogy valamiféle akcióra bírja az olvasókat. Nem szórakoztatunk, meg nem informálunk, de azért valami történjen is a hírlevél hatására, és amikor nagyon rajtam van ez a... Ma 8 hírlevelet kell kiküldenem minden különböző oldalon, akkor így a 8-nál már... Legszívesebben csak azt írom, hogy kattints már erre rá, légy szíves. Az is egy kreatív megoldás, tehát akkor már nem jön, akkor ezt nem szabad csinálni. Fel kell állni, ott kell hagyni, nagyon jól működik a mosogatás, mint ihletadó. A kádban való levegés, a zuhanyozás, a víz csobogás, úgy bármilyen formában, tehát tengerpart, meg ilyesmi, tehát így ugorjatok le bármelyik tengerpartra, nincs ihlet. Tehát a víz az nagyon jó hatással van, és nincs rá igazából magyarázat, hogy miért. Tehát van olyan trénerünk, akinek a zene jön be a legjobban, és pedig ő is tanítja ezeket a gyakorlatokat, de zene is azonnal jön az ötlet, és a másik pedig az, hogy mosogat orvaszágban. Mindenféle jó dolgot ki lehet így próbálni. Tehát az a lényeg, hogy soha ne akarjunk alkotó tevékenységet végezni úgy, hogy az kényszenvedés, mert az berögzül. Tehát ilyen pavlovi reflex, hogy ez így rossz. És akkor mi meg nagyon sokan jönnek úgy a tréningre, hogy elveszítették az írás szeretetüket. Tehát van, akinek ott van félkészen a könyve, de valaki sajnos elolvasta, és akkor elment tőle a kedve. Akkor van olyan, aki éveken keresztül írta a naplóját, abba hagyta, egyszerűen nem hajlandó írni. Szeretnék visszakapni így az írás kedvüket. Hát ők csodákat alkotnak tényleg. Tehát nekik rögtön az első feladatnál már azt mondják a többiek, hogy te minek jöttél ide egyébként? Tehát te mit akarsz még megtanulni? Ez mindenkiben benne van. És egyébként a tehetség meg Polgár Lászlót szeretem idézni, dr. Polgár Lászlót, a polgárlányok apját, aki azt mondja, hogy mindenki zseni. Mindenki. Kivétel nélkül. Egyetlen egy kérdés, hogy a szülő akarja-e, hogy a gyerekből zseni legyen. Náluk is ugye a nyelv irányába akartak menni, azt véletlenül a sok a gyerekek miatt ők választották. És én is ezt mondom, hogy oké, van, aki ilyen szinten áll, van, aki olyan szinten áll, van, akinek olyanok az írásai, hogy rögtön érezzük, hogy fú, ez fantasztikus, lehet, hogy sose lesz könyve. Valakinél meg azt érezzük, hogy hát kicsit nehézkesen bőrdülnek még ki azok a szavak, hogy mit tudom én, azért lehet majd ezen dolgozni még, hát nyilván bármi lehet dolgozni, tehát itt a könyvben már a második kiadás nincs kész. Nincs olyan, hogy kész. Minden nap tudnám még firkálgatni, meg javítgatni. De nem szabad, van egy fázis, amikor azt mondjuk, hogy mehet az olvasó elé, és meg is lehet mutatni olvasónak is, hogy eldönti, hogy mehet-e ő elé, vagy más olvasók elé. És ennyi, hogy olvasni kell, ez a titok. Tehát aki nem olvas, az is tud nagyon jót írni, de azért a szókincse annak, aki olvas, jóval bővebb. És egy ezres nagyságrendű különbségek vannak. Tehát egy soha nem olvasó egyetlen, egy könyvet el nem olvasó ember csak a kötelező olvasmányt olvasta, azt is csak ilyen kivonatos formában,
egy ilyen felnőtt embernek van körülbelül 3500 szóból álló szókincse, amit a mindennapokban használ, de egy olyannak, aki mindig olvas és szeret olvasni, 10 000 is lehet. Hát azért miből dolgozunk? A kőműves is dolgozik eszközökkel, meg alapanyagokkal. Egy írónak az legeslegfontosabb, hogy az alapanyaga legyen az, hogy olvasson. Jó? Úgyhogy írjátok meg a könyveket, és olvassátok el egymásét. És akkor gyűlik a szókincs. Jó? Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna.